Richard Harris, Hegedűs D. Géza. Barbara Hershey, Menszátor Magdolna. Ábrahám, első rész. Maximilian Schell, Kárpáti Tibor. Karolina Rózi, Détár Enikő. Andrea Prodan, Csengeri Attila. Gottfried John, Barbinek Péter. Terák szerepében Vittorio Gassman, Mádi Szabó Gábor. Fényképezte Raffaele Mertes. Zene Marco Frizina. Vágó Michael Brown. Úgy látszik, hogy nem nagyon akar a világra jönni. De nem is csodálom. Amilyen világ, ez a miénk. Forgatókönyv Robert Mitkin. Tartsátok mindenen a szemeteket! Elmegyek, megnézem, mi van óttal! Sherlock! Sherlock! Rendezte Joseph Sargent. Fogd a fejét! Finoman. Lája! Mindjárt meg lesz! Túl lesz erre! Aisha, gyere, gyorsan! Siess! Újra! Még egyszer! Nem megy! Nyomd! 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 Hey, gyere csak te is ott! Erős asszony! Menjünk, gyere! Sikerül neki! Biztosan, ne félj! Minden bajra tudsz valamilyen istent máhol, csak az enyémre nem? Ha csak, ezentúl nem vagy hajlandó áldozni ennek az isten. Melyik isten ez? Sam, a termékenység istene. És ő segítene? Kitűnő, kitűnő. Mennyi? Látod ezt az ifjú árvát, az unokaöcsém. Az ő felesége szüli most éppen első gyermekét. Mennyi? Nagyon kedvező áron megkapod, Rekó barátom. Ha ránézel erre a zsenge gyermekre, nem azt kérdede magadtól, hogy lehet, hogy már is apa, megmondjam? Ha? Úgy, hogy szentnek áldozik a holdistenének. Csak 4 ezüst pénzt kérek. 1. Ne hagyd abba, ne hagyd abba! Ne. Csak erre gondolj, semmi másra! Akkor erősen! Nem! Nyomd erősen! Ez semmi ahhoz képest, ahogy te üvöltesz majd, ha megszületik a lányod. Nyomd erősen! Jól van, figyelj rám! Én is veled csinálom. Együtt fogjuk csinálni. De igen, együtt csináljuk. Eresz! Gyertek már! Nyugodj meg!
Hozzatok segítséget! Hagyd ezt most! Zserug, hívd az öcsémet gyorsan! Hozz segítséget! Siess! Atyám! Hozz orvos! Ne! Atyám, ne tedd ezt! Ne hagyj itt! Ne hagyj itt, atyám! Ne hagyj itt! Kérlek, ne hagyj itt! Ne hagyj itt! A piacot további intézkedésig bezárom. Kiüríteni a teret. Azonnal kiüríteni. Nagy tiszteletű főtanácsos. Te Nahor vagy, ugye? Te a hédes fia. Tudod jól, hogy az vagyok. De áruld el, hogy miért záratod be a piacot, mikor tele van ám. Szerződésben rögzített feltételek mellett adtuk ki ezt a királyi földet Terráknak és népének. Épp emiatt hoztam idézést dicső királyunktól, hogy apád jelenjen meg a színe előtt. A szerződés ugyanis napnyugtával lejár. Megújítjátok, vagy embereitekkel együtt elhagyjátok a várost és ezt a vidéket. Nagy tiszteletű királyi főtanácsos, miért kell ezt a dolgot éppen itt a tűző napokban megbeszélnünk? Van árnyékos hely. Na nézzátok ki a piacot, a király még ma érkezik. Na, jövj már ki, hogy mit akarsz. Az apja. Az apja. Ó, atyám, hála az összes Istennek, hogy ilyen gyorsan enyhítették a bajod. De, hogy megint kiraboljanak minket ezek a tolvajok és a királyok. Öcsém, 23 évig túljártál az eszükön, nehogy most add fel, most sikerülni fog. Próbáltál te már keselyűt etetni? Utána nem árt megszámolni az ujjaidat. Jó hallani, hogy nevetsz, atyám. Igen. Ez azt jelenti, jobban vagy. De késő van, és hív a kötelesség. Atyám, kérlek, kérlek, maradj, ne menj. Hadd beszéljek, én a királlyal. A szerződést velem kötötte, nem veled. Még nem te fogsz beszélni, hanem majd Nahor. Ő már ismeri őket, az ő ravassága gazdagít minket évek óta. Nahor tudja használni a nyelvét. Te meg tarts féken a tiédet. A mai napon érvényét veszti a szerződés Ashkitakin, Harán királya és Terrah népe között. Így legyen. Már nőnek az est árnyai. Új szerződést kell kötni, még napnyugta előtt. Én, Nahor beszélek atyám nevében. Harán királyának nagylelkűsége ismert az egész világ előtt. Az ő segítségével gyarapodtunk itt évről évre, és ezért végtelenül hálásak vagyunk. Hálával még nem lakott jól senki. Mit ajánlotok? Ez évben is ő felsége lába elé teszünk ugyanannyi jól fejlett birkát és marhát, mint tavaly. És ugyanannyi fonott gyapjút, cserzett bőrt és ezüstöt. Ugyanannyit! És még... És még ráadásként mindennek az egynegyedét. Nagyon becsüljük ezt az őszinte hódolatot és az ajánlatot. De tudjátok meg, hogy a ráadás nem egynegyed lesz. Ha még egy évig itt akartok maradni, akkor kérem a dupláját. A dupláját, felséges úr! A dupláját! Ez így elfogadhatatlan követelés. Ezt mind nem tudjuk teljesíteni. Akkor bizony sajnos el kell hagynotok az én szép paradicsomomat. Felséges úr! Nem értem, miért vagy ilyen igazságtalan velünk. Jól van, atyám. A múlt évben elvetted tőlünk a vizet. Mi ástuk a kutakat, de te lefoglaltad őket, és csak ezüstért adtál a saját vízünkből. A legrosszabb földet adtad nekünk, amit aztán a minnyájaink tettek termékenyé. Ezért elvetted azt is, hogy a te népednek ötszörös termést hozzon. Minket küldtél ellenségeid ellen, és a mi vérünk árán győzted le őket! Árán valóban paradicsom, de azért, mert a mi népünk azzá tette. Ti? Ti tettétek azzá? Hát,
Harán minden gazdagságát csak is Szent Istennek köszönheti. És senki másnak. Különben is, amikor idejöttetek Úrból, csak egy kis nép voltatok. Most meg úgy megszaporodtatok, mint tetvek a hajamban. Duplán fogtok fizetni, mert kétszer annyian vagytok, mint régen voltatok. Népünk száma azért nőtt, mert a gyermekeink gyermeket szültek. Duplán fizessünk, mert asszonyaink termékenyek. De nem mindegyik az. A feleséged például gyönyörűségesen szép asszony, de úgy hallom, hogy más szempontból gond van vele. Miért? Boldogan fizetünk annyit felségednek, amennyit óhajt. A dupláját, akkor a dupláját. Akkor köttessék meg a szerződés. Ha megszegem ezt a szerződést, akkor úgy járjak én is, mint itt ezek a barmok. Mint ezek a barmok. Megszűnted, és itt jól van. Jól van, de most már vége. Ne sérzsíj, kérlek. Nézd rám. Jól vagy, meg én boldog. Megszűnted. Gyere, idd ezt meg. Ez jót fog tenni. Lent a törzs. Ez megkergül! Ó, szegény gyerek, szegény! Ó. Vedd a karodra. Gyönyörű szép. És éhes, hiányzol neki. Adjatok a szolgálóknak! Adjatok engem végén, nem kell ez a gyerek! Nem kell a gyereked. Szóval Harán királyának tetvei vannak. Egy tetű számára mindenfej egyforma, még a koronát visel is. Köszönöm. Hogy érzed magad? Az semmiség volt tegnap. Ehettem valami rosszat. Örülök Lót miatt. Igen, egy kislány. Reméljük legközelebb fiú lesz. Asszonyod nagyon sokat segített a szülésnél. Reméljük egyszer majd... Atyám, ő is szenvedett. Annyi gyermeket segített már a világra. Minden egyes szülés halál is neki. És ugyanúgy halál neked is. Nincs semmi másom. Csak ő van nekem. Ábrám,
örök rejtély vagy számomra. Lótot megértem. Még apró gyerekként megörökölte az öcséd vagyonát. És ezzel a vagyonnal most igyekszik férfi mód élni. Náhort is megértem. Gazdag, de mégis úgy tesz, mint egy koldus. Minden kő alá benéz, hogy találjon egy darab kezüstöt. De te? Ha? Kétszerte annyit van, mint nekik. És ha meghalok, még több is lesz, mégis ez neked semmi. Folyton csak tűnődsz, elmélkedsz, kérdezel, kutatsz. Miért? Miért nem tudsz boldog lenni azzal, amit most van? Ábra, a királynak igaza van, csodálatos vidék ez itt. Az isteneik, mint mondta, Háránt paradicsommá tették. Én kerestem azokat az isteneket, de semmit nem leltem. Semmit? Semmit nem kaptál tőlük? Semmit az égvilág? Semmit. Figyelj rám. Lót elvitte a feleségét szent templomába, amikor Terihold volt. Tudtál te erről? És utána gyereke született, pedig még ő is csak gyerek. Igenis, néha meghallgat az Isten. Miért szomorkodsz? A király miatt? A király miatt nem. Nem a király miatt. Ő se nem jobb, se nem rosszabb, mint a többi király. Akkor az életünk miatt? Miért nem tud valaki megelégedni egy ilyen helyjel, ahol most élünk? Van víz, levegő, és ez a jó termőföld. Miattam? Nem. Mondd el nekem. Nem tudom, de hiányzik valami. Valami hiányzik. Mi az? Mi hiányzik? Nem tudom. Hogy szüljek neked egy fiút? Nem csak ez hiányzik, nem csak ez. Akkor mi? Az az igazság, hogy nem tudom. Még csak nem is tudom. Atyám, Sárai kétséget kizárva jó asszony. Egy szépség. De nem több ennél. Úgy értem, ő is csak egy asszony. Második feleséget javallasz? Mi mást? Nézz engem. Milkától volt 3 fiam, és elvettem Reumát. Azt mondták, könnyelműség, de most már 5 fiam van. Minél több férfi kész kell, ezért házasodunk. Na persze, a bátyám nem ilyen gyakorlatias, nem ilyen földhöz ragadt. Lelkében titkos harcok dúlnak, és ehhez Sárai az egyetlen támasza. Ábrámnak második feleség nem jó ötlet. De miért? Tám még élvezni is fogja. Na persze, ha tud élvezni bármit is, amilyen... Bátyám! Ezek a kínok. Semmi baj már a barátaim. Hiányoznak, amikor elmaradnak egy időre. De gyere be hozzám, mutatok neked valamit. Rendkívül megnyerő. Nem gondolod? Egy istenszobor, telerejtett erővel. Látod? Egy gyógynövényféle. Nem tudom, mi fajta. Az íze a szörnyű, de isteni áldás van rajta, amely növeli a férfi erődet. Ezért hívtál ide? Igen, azt gondoltam, hogy megmutatom neked. Ábrám, ma éjjel. Védj be ebből, és adj Sárainak is. Reuma és én kipróbáltuk, és tudod, az... Istenek erre! Istenek arra!
Egy isten az evésre! Ábrám, mit csinálsz? Egy isten az almásra! Elment az eszed? Isten a gazdagságra! Hagyd abba! Isten a szerelemre! Megőrültél! Mind semmi! Talmi! Haszlantalanok! Hagyd abba! Ez mind csak hazugság! 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 Nem, mind, nem, ezt mind, nem mind, engedem, nem! Hazugság! Ábrám. Ábrám. Eredj ki a te atyádnak házából. Eredj ki a te atyádnak házából. Az én atyámnak a házából. A földre, melyet én mutatok neked. A földre, melyet te mutatsz nekem. És téged, nagy nemzetté teszlek. És megáldom majd azokat, akik téged áldanak. És ki téged átkoz, azt megátkozom. És majd te benned megáldatnak a föld összes nemzetségei. Na lássuk, csak próbálom megérteni. Te ott feküdtél arccal a sárban. És akkor egy isten szólt hozzád. Na jó, de milyen isten? Mely erőbirtokosa? És hogy nézett ki? És hol lakik? Bátyám,
Én ismerek minden istent, és mindegyiknek van neve, arca és lakhelye. Rajtad kívül, Ábrám, ki ismeri még? Hát, azt nem tudom, atyám, de talán sokan. A szívükben. Ó, már értem. Egy isten, aki tudatlanul imádunk. Nem, öcsém. Csak azt mondtam, hogy én vagyok tudatlan. Én nem ismerem. Még. De idővel. Jó, idővel. De most? Azt mondta, szedj össze mindent és mindenkit, és menj el, ki tudja hová? Nem. Ez őrültség. Én nem fogok követni holmi ismeretlen hangokat. Keményen dolgoztunk, és sokat fizettünk ezért a helyért. És most hagyjunk itt mindent? Miért? Megváltoztál, Ábrám, látom rajtad. Dehogy változott? Ugyanolyan konok, mint mindig. Elég ebből, ülj le! Beszélj, Ábrám. Segíts, hogy megértselek. Mi történt veled? Ez az Isten Ábrámnak dicsőséget ígért. És az, hogy a családjából nagy nemzet. Dehogy az majd? Hogy lesz Ábrám családjából nagy nemzet, mikor nincsen gyereke? Nagy nemzet lenne. Nem tudom. Ha Ábrám és népe elmegy, mi gyengülünk, de ti, bátyám, még nagyobb veszélyben lesztek. A pusztában, egyedül. Néped birkajáj lesz a sakálok között. Érzem, hogy lesz, aki megvéd minket. A névtelen isten már megint! Nahor, Lót, menjetek ki. Gyere, jó, kimegyünk. Ábra, a fiam vagy. Engedelmességgel tartozol nekem, és te mégis egy ismeretlen istenre hallgatsz, aki a füledbe súgva arra bíztat téged, hogy hagyd el atyád házát, mely ugyanúgy fájdalmat okoz neked és nekem. Miféle isten ez, fiam? Nem tudom, atyám. De én hallottam a hangját. Csak az ő hangja jutott el hozzám az összes isten közül. Semmibe veszed védelmező isteneinket, akik nekünk gazdagságot, gyermekeinknek és gyájainknak egészséget és erőt adtak. Megtagadod őket, csak mert találtál magadnak egy új istent? Nem maradhatok, atyám, még ha szívem szakad is belé, hogy el kell téged hagynom. De érzem, hallom, hogy hív engem. Ábrám, sok örömet elveszel ezzel az életemből. Nagyon számítottam rád, fiam, utolsó napjaimban. Én nem ismerem az új érzéseidet, de te ismersz engem. Menj békével. Az új istened áldásával, bárki is az, és az enyémmel. Nagybátyám, én is veled akarok menni. Hogy segítselek. Gyűjtsük össze a nyájat.
Kicsi. Vigyázzatok magatokra.
Hová igyekeztél? Haramba. Északra. Mi onnan jövünk. És most délre mentek? Igen. Damaszkusz felé? Igen, igen. Az nem az a hely, ahol szívesen látnak bárkit is. Legalábbis én nem úgy tapasztaltam. Szörnyű zsarnokság dúlott. Jó magam is, azért... Figyeljetek! Idegenek! Ékével jöttünk! Férfit, rabszolga, megszökött a gazdájától Damaszkuszból. Vissza kell vinnünk őt. Ez az ember a táborunk vendége. És ezért az élete szent a számunkra. Velünk kell jönnie. Ahhoz, akinek a tulajdona. Tulajdona? Akkor fizetni fogok ennek az embernek a szabadságáért. Az ár magas lesz. A gazdája egy vagyonét vette meg írnokának. És évekig etette. Kifizetem az árat. Rendben van. Menjünk. Köszönöm, uram. A rabszolgád vagyok. Ne. A nevem Eliézer. Ne, kérlek, kérlek, nagyon kérlek. Szabad vagy. Oda mehetsz, ahová akarsz. Adok annyit, hogy eljuss Háránig. Van ott egy öcsém, neki szüksége van egy tanult emberre. Ábrahám, ezt sose tudom viszonozni neked. De életem végéig hálás leszek. És kérlek, fogadj meg tőlem egy jó tanácsot. Fordulj vissza. Maradj itt éjszakára. Egyél és pihenj. Abraham! Harán lehet, hogy rosszabb, mint Damaszkusz. De egyet árulj el. Miért megyünk éppen délnek?
köszönöm neked, hogy megláthattam, mert te megmutattad nekem Kánaánt. Igen. Az ígéret földjét. Ez a paradicsom itt nem a véletlen műve. Szorgos emberkész munkája látszik mindenütt. Nem egyedül vagyunk Kánaánban. Gyűjtsetek össze mindenkit. Aztán járjuk körbe a völgyet mindnyájan. Mamre vagyok, az Amorita. És ők a testvéreim. Abram vagyok. Ő az unokaöcsém Lót. És ez itt az én népem. De ez a völgy a mi völgyünk. És a te néped áll most rajta. Igen, szépen gondozott vidék. Igen, az. Mert az apám apjának az apja. Miközben kutatásott. Rátalált egy folyóra. A föld alatt. Mely a felszínre tört. Aztán az apám apja ültette a fákat, és az én apám terelte a vizet a tóba, melyből most barmaink isznak. Akkor nektek már nem túl sok dolgotok maradt. De igen, mi védelmezzük. Bátyám! Mi vagyunk túlerőben. A föld itt kitűnő, és az embereink fáradtak már. Foglaljuk el a földet. Meg tudjuk védeni bárki ellen. És öljük meg őket. Csak ha elkerülhetetlen. Attól félek, hogy az lesz. Lót azt mondja, hogy mi vagyunk túlerőben. Az unokaöcséd jól tud számolni. De majd meglátjuk, hogy ilyen jól tud-e harcolni is. Nem! Nincsen igazság az emberek között, ha a vitát számok és a kiontott vér alapján döntik el! Az apád... A nagyapád és a dédapád munkája ez a völgy. Ezért a tiétek. Elvonulunk békével. Tereljétek össze a nyájat! Visszamegyünk a mi völgyünkbe! Thank you.
Istenem! Ide vezettél engem! Megmutattad nekem a földet, amit ígértél! Akkor most miért vetted vissza tőlem? Magammal hoztam reménykedő népemet! De hogy etessem? Maradjak itt velük? Vagy vándoroljak tovább? De hová, uram? Hová? Merre? Mondd meg, mit tegyek! A te szolgád vagyok. De hogyan szolgáljalak? Hogy szolgáljalak téged? Uram, kérlek, ne hagyj el engem. Beszélek hozzá, de ő nem válaszol. Nagyon rejtés, Isten ez. Azt akarta, hogy ide jöjjünk. Megtettük. Megmutatta Kánoánt, mint ígérte. Azt mondta, népünkből nagy nemzet lesz egykor. De hogy maradunk életben addig? Gondoskodni fog rólunk. Megígérte nekem. Nem szegheti meg az ígéretét. A múlt éjjel a szomszédsátorban meghalt egy gyermek. Tudom. Az állatok szomjaznak. Tudom. A föld kiszáradt. Tudom. Hogy követheted mégis? Mert hiszem, tudom, hogy segít. Ugye nem hiszed? Ha Kánaán a hazánk, amit ő ígért nekünk, nem haragszik-e meg joggal ránk? És nem fog-e elhagyni minket? De ha maradunk? Tovább éhezünk. Mi lesz, ha nem lesz elég erőnk, akkor mi lesz? De nem halhatunk meg itt. Nem fogunk meghalni. Thank you.
Az én népem. Mit teszek velük? Mit kéne tennem? Maradj meg. A te hitedben. A hitemben. Vizet és legelőt kell találnunk. Van mindkettőből bőven, nem messzire innen. Utaztam egyszer erre. Egy kereskedő karavánnal fűszert szállítottak. Fűszert? Hová? Egyiptomba. A nagy folyó, a Nílus földjére. Az egy nagyon termékeny vidék. Akkor oda kellene mennünk. Az bizony nem lesz könnyű. Egyiptomban egy szörnyű zsarnok uralkodik. Fáraónak hívják. Úgy örkedik a földje felett, akár egy féltékeny férj. Nincs valahol egy oázis? Egy termékeny völgy, vagy bármi a fáraó földjén kívül? Semmi. A sivatag zord és barátságtalan. Mindenütt. Akkor el kell mennünk erre a földre. A Nílus völgyébe. Oda kell mennünk. Abram, el kell mondanom neked még valamit, ami talán minden egyébnél nagyobb nehézséget jelent. Az, hogy ez a fáraó imádja a szép asszonyokat, jutalmat fizet annak, aki talál neki. Nincs náluk törvény. De igen. Sőt, az egyiptomiaknak nagyon szigorú törvényeik vannak. Halálos bűnnek számít, ha valaki elveszi más feleségét. Hát akkor? A fáraó rájött, hogy játszhatja ki ezt a törvényt, ha megöli a férjet. Nem hiszem, hogy a fáraónak pont én kellenék. A neved? Abram. Terach fia. És a többiek? Ők az embereim. Nem árulnál el róluk egy kicsivel többet, ha megkérlek? De igen. Lót, az öcsém Hárán fia. Eliezer Damaszkuszból. Sárai, aki lánya Terachnak. És a húgom. És... Elég! Hányan vagytok? 53-an, most. És mit akartok Egyiptomban? Megpihenni egy kicsit. Nyájat legeltetni, kereskedni. Kereskedni? Igen, uram. Ó, és mivel? Gyapjúval és bőrből készült köpenyekkel, sarukkal. Későn jöttetek? Későn? Igen. Egyiptom már tele van pásztorokkal és birkákkal. Úgy hemzsegnek itt, mint rágyadomban a firkek. Az, hogy itt maradjatok, kizárt. Kizárt? Kizárt.
Nincs meleged ennyi ruhában? A lopásért, melyet elkövettetek, kihirdetem fáraunk ítéletét az igazság nevében. Kezüket levágni! Ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Ne! Gyönyörű. Igen. Gyönyörű nő vagy. Szóval te. Te vagy a bátyja, jól mondom? És az embereit pásztorok? Így van? Nagyszerű. Beszolgáltattok 40 birkát, 20 darab marhát, ökröt, szekeret élelemmel, sátrat, és ennek negyedét a legelőkért. Betartjátok az egyiptomi törvényeket. Áldoztok isteneinknek. A húgod mostantól a fáraó udvartartásának tagja. Tudom. Tudom, hogy milyen nagy megtiszteltetés ez. Szinte zavarbejtő, nem? De nem kell megköszönni. A fáraó nagy lelkűsége, oly határtalan, mint a fénylő napsugara. Érezzétek jól magatokat Egyiptomban. Lót, gyűjtsd őket össze. Adj nekik vizet, ételt. Gondoskodj róluk, Eliézer. Ki kell szabadítanunk. Meg kell próbálnunk. Tudd meg, hogy őrzik-e, és ha igen, hányan? Igyekszem. Légy óvatos. Ne, ne mozogj. Mindjárt kész leszünk. Tudom, hogy alig bírod így majd nyitva tartani a szemedet. De itt még a férfiak is festik magukat. Ezért mindenki úgy néz ki, mintha félig aludna. Még a fáraó is. Én csak kétszer láttam a fáraót. Először, amikor idehoztak, és akkor, amikor a rabszolgájává tett. Ez volt az első ajándéka. És hogy néz ki? Hát, a papok szerint élő isten. Szerintem sokkal inkább férfi. Sokszor nagyon kegyetlen férfi. Mi a neved? Hágár. Hogy kerültél ide? Az apám tönkrement. Eladósodott. Velem fizetett. Meddig kell itt maradnod? Egy ágyos. Sosem mehet el. Örök készenlétben kell lennünk, de lehet, hogy hetekig ránk se néz. De ha nem ellenkezel, legfeljebb az történik, ami általában történni szokott egy férfi és egy nő között.
Megint tévedtek, mint szoktak. Azt mondták, hogy az egyik legszebb nő vagy, aki valaha is az udvaromban járt. De ez nem igaz. Az egyik leggyönyörűbb nő vagy, aki valaha a világra jött. Gyere! Ülj le! Mint gondolkozom? Félsz válaszolni nekem? Senkit nem bántottam még a gondolataiért. Arra gondolsz, hogy mi fog történni kettőnk között? Semmi sem történik. Semmi olyan, amit te nem akarsz. Nem hiszel nekem. Gyönyörű szép nő vagy, de nagyon sok gyönyörű nő van itt körülöttem. És a hatalmam óriási. De a mérték az erőpróba köve. Unatkozom. Remélem, jó barátok leszünk. Azt, hogy lesz-e köztünk más is, mint barátság. Csak te döntöd el. Itt az idő, hogy imádkozzam. Isten vagyok a földre száműzetve. És időnként ki kell kérnem égi testvéreim tanácsait. Vegyétek tudomásul, hogy többé nem fogadunk el semmiféle kifogást. Nincs újabb kibúvó. A fáraó már kezdi elveszíteni a türelmét. Gyors válaszokra vár. Menjetek és mi hamarabb teljesítsétek kötelességet. Eliézer. Abram. Kérlek, gyere innen. Ha itt maradsz. Az életed nem ér többet egy egyiptomi nyírvesszőnél. Túl sokan őrzik. Én megpróbáltam megvesztegetni egy embert, de eltűnt az ezüstjeimmel együtt. Abram, ne feledd, hogy sokak életéért vagy felelős. Szükségük van rád. Sárai sajnos számunkra elveszett. Mindnyájan gyászoljuk őt, de akkor is szembe kell néznünk a rideg valósággal. Sárai most a fáraó tulajdona, aki Isten a népe előtt. Sárai az enyém. Mindig is az enyém lesz, csak az enyém. Hogy mered bölcsebbnek hinni magad Istennél? Ő ismeri a szívemet, tudja. Hogy szívesebben halnék meg, mint hogy arra ítéltessek, hogy nélküle éljek. Menj! Menj! Kérlek, menj el! Hagyd magamra! És ott egy raktárépületet építettem. És adok nekik egy iskolát. Iskolát? Iskolát. Sok iskolát építettem Núbiától a deltáig. Tanulatlan nemzetnek nincs semmi ereje. És ez itt egy nagyon érdekes dolog. Mi ez? Úgy néz ki, mint egy hegy. Olyan magas is lesz, mint egy hegy. És olyan nagy. Mi célból? Hogy dacoljon az idővel.
Egy piramis olyan, mint egy nagy gát az idő folyama előtt. A belsejében lesz majd egy kamra, az örökké valóság helye, ahol semmi sem változik, ahol megáll az idő. Itt élem majd én örök életemet. A sírod lesz. Igen. Egykor majd a távoli jövőben. De most egy erődítmény, mely őrzi kincseimet. A kincseket, melyekből kaphatsz te is. Én ennél egyszerűbbet kérnék. Mi az, amit kérsz? Mondd meg. Mit szeretnél? Kérhetsz bármit. Bármit? Akármit, kivéve a hatalmamat. Hadd lássam a családomat, a bátyámat. Hadd mehessek vissza a népemhez. Úrnőm, arra gondoltam, szívesen beszélgetnél velem. Bántottak? Nem, nem. De igen. Mert játszik velem. Kínoz engem, és azt akarja, adjam fel régi érzéseimet. Csak nem megfenyegetett. Kedvesnek mutatkozik. Úgy bánik veled, mint előtted senki mással. És rendkívül nagy lelkű a családoddal is. Hálás vagyok neki ezért. De gyűlölöm magam, mert így érez irántam. Ha nemet mondok, megőrzöm erényemet. De gyötrődve gondolok arra, hogy mi lesz népemmel, ha rajtuk tölti ki haragját. Mondd csak, sikerült már bárki? Megszökni innen? Nem. Próbálták, de nem sikerült. Vizet! Hívja a orvos gyorsan! Segítség! Isteni felséget talán rosszat álmodott! Nagyon fáj! Nagyon fáj! Úgy éget! Mondja el álmát, felséged! Segítség. Én majd megfejtem, mit jelent! Segítsetek, elégek! Nagyon fáj! Ez annak a jele, felség, hogy az álom... Nem álomból, nem álmodtam, elégek! Ó, fáraó! Te is! Asszonyaid, gyerekeid, mind ugyanígy szenvednek. Megmérgeztek. Valaki megmérgezett a családommal együtt. De ki? Nem tudom, felség. Ki! Honnan tudnám? De akárki is volt, megölni! Megölni!
Elégek! Elégek! Ti tehetetlen marmak! Mi mindent elkövetünk, ó fáraó! Vegyetek ki! Vegyetek ki! Vegyetek ki! Az is lehet, felség, hogy egy idegen égi erő, egy ismeretlen Isten sújt téged az átkával. Miféle átok, ismeretlen Isten, előttem s előttetek, nincs ilyen Isten! Felséges úr, a csapás, melytől szenvedsz, már népedet is sújtja. Pánik vett erőt embereiden. Legjobb orvosaink is tehetetlenek. Nagy fáraó, gyanítom, hogy valóban egy idegen Isten átka ez. Egy istené, aki egy idegen nép miatt van itt. Tán azok miatt, kik a sivatagból jöttek Egyiptomba. Ő miattuk? Szóval te Sárai népére gondolsz. Igen, felség. Felség, rájöttünk valamire, ami kiválthatta a pásztorok istenének haragját. Az istenét, kinek segítségével Sárai népe van itt. Őrizetbe vettük a népség vezérét. A bátyját. A férjét, felséges úr. Ki kell írtanunk őket. Megölni mindet. A férfiakat, a nőket, a gyerekeket. És ezáltal az egész bűnös népet. Hozzátok ide! Azonnal! Jöjjön elébe! Térdelj le! Azt mondtam, térdelj le! Hadd álljon! Gyere közelebb! Nem látlak! Gyere közelebb! Látod, mi történt velem? A családommal és a népemmel miattatok. Egy Isten áll bosszút rajtunk. Egy sértésért, melyben ártatlan vagyok. Miért? Miért hazudtál nekem? Miért mondtad azt, hogy a húgod? Miért? Hazudtam. De az én Istenem azt tanítja, hogy nagyobb bűn megölni valakit és a feleségét elrabolni, mint hazudni. Kicsoda ez a furcsa Isten? Kicsoda? Ki ez a rejtélyes Isten? Ki ő? Furcsa. Igen. És rejtélyes is. Szokott beszélni hozzám is. Szokott beszélni hozzád? Igen. Hogyan? Az ő szava az vezetett ide minket. Szóval Egyiptomba küldte a népedet. Miért? Miért? Nem tudom. Én nem tudom, de ő tudja. Látod, nem is tudod. Ez az egész nem más, csak a fantáziát szüleménye. Ó, miféle Isten lehet ez? Azt hiszed, hogy miatta szenvedünk mind? A népem, a családom. És én, csak mert hazudtál. Ő hozta mindannyiunkra ezt az átkot. Ki vagy te? Ábrám. Egy pásztor. Egy pásztor? Hol van Sárai? A feleséged az én tulajdonom, az én udvartartásom tagja. A te Istened küldte ide nekem. Én sok dologban bizonytalan vagyok, de egyet biztosan tudok, hogy az én Istenem nem küldhette őt ide neked. Nézd csak meg! Látsz rajta szenvedést, mert áldott lesz az, akit én megáldok, és átkozott lesz az, akit én megátkozok. Nézd csak meg őt. Vigyétek el. Várj!
Nem kívánok több viszályt a te isteneddel. Halld a fáraó döntését. Vidd a feleséget a szolgálóival együtt, és mindent, amit te és a néped tőlem kaptatok. Mindent, amihez hozzáértél, és ami az én tulajdonom. Menj el Egyiptomból! És vidd el magaddal az átkod is. Menj! Kifelé! Menjetek innen! Gyerünk, menjetek innen! Ne érjetek hozzájuk, mert rátok száll az átok! Visszajöttél, Ábel. Hazajöttem, Mamre. Látom, kutakat ástok. Szükségünk lesz vízre. És találtok bőven. Nagyon is sokat. Amit majd megosztunk a szomszédainkkal. És mint szomszédoknak, mostantól fogva a barátaink és ellenségeink is közösek lesznek? Igen. Így lesz majd. Néhány évvel később. Elég! Elég, hagyjátok abba! Azonnal hagyjátok abba! Hagyj abba! Te is!
Mit műveltek? Majdnem megöltétek. Lót emberei nem engedtek itatni minket! Teljesen elment az eszetek! Mi egy család vagyunk! A víz mindenkié! Szégyellem magamat! Miattatok! És remélem, ti szégyellitek magatokat! Ezért cserug! De lót emberei! Az erőszak nem old meg semmit! A többi legelőtt a folyó mentén. A nyájak mind lepusztították. Ha nem hagyunk elég füvet, a tavaszi esők elmossák a termőföldet. Akkor én elviszem a nyájam. Elhagysz minket. Bátyám, tartsuk külön, ami az enyém és ami a tied. Ha ezt összekeverjük, nehéz lesz a számolás. Számolás? Igen, persze, persze. A számolás az nagyon fontos. Itt nincs elég víz mindkettőnk nyájának. Ez a vidék kicsi, hogy ketten legyünk itt. Figyelj rám, Lót! Ha népünk kétfelé válik, akkor meggyengülünk. De természetesen szabadon dönthetsz. Ha úgy gondolod, hogy te jobbra mész, akkor én balra. Ha úgy, hogy balra, akkor én jobbra megyek. A hegyen túl dús legelők vannak. A Jordán folyó két partján. És vannak városok, ahol a gyapjút és a bört eladhatom. De a kereskedőik ide járnak hozzám. Igen, és keveset fizetnek. Ha megtakarítják az útjukat, akkor magasabb árat kérhetek. Árat? Magasabb árat? Ó, igen. Igen, persze. Az ár az nagyon fontos. Hát, ha úgy gondolod, akkor menj. Hiányozni fogsz. Remélem, beválik a számításod. De légy óvatos. Láttam már jó néhány várost. Jót is és rosszat is. De én valahogy egyikben sem éreztem jól magam. Maradjatok kívül a kapukon. Köszönöm, nagybátyám. Készüljetek! Indulunk! Öcsém, fia, de úgy szeretem, mintha sajátom lenne. Isten segítse. Szodoma városa. Segítsetek, a négy király rátámadott Szodomára! Megtámadták a városunkat! Hozzatok vizet! Meg akarjátok menteni az életét? Ez nagyon szép tőletek. Kinek a népéhez tartoztok? Ábrámhoz. Terák fiához. De most mégis Szodoma földjén vagytok! Mert itt van jó víz és legelő.
Ez neked jó? Nagyon tévedsz, mert itt a fű keserű, mint az epe. De édes lesz nem sokára. Ha jól megöntözzük vérrel. Sátrakat, élelmet, jószágot mind összeszedni. Ezek az emberek... Pásztor, most jobb legelőkre kerültök. Vigyétek éjszakra a rabszolgákat. Mama! 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 A gyereket ne! Mama! Vége az első résznek. Magyar hangok. Hegedűs D. Géza, Menszátor Magdolna, Kárpáti Tibor, Mádi Szabó Gábor, Détár Enikő, Csengeri Attila, Barbinek Péter, Szabó Sipos Barnabás, Zakariás Éva, Rubold Ödön, Simon György, Csúlya Imre, Dimolász Miklós, Előd Álmos, Galam György, Áron László, Széjes Imre, Maróti Gábor, Vég Ferenc. A magyar szöveget az ismert bibliafordítások felhasználásával Bajkon András írta. Hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Váradi Eszter, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Andor Péter. A szinkron az MTM kommunikáció megbízásából a stúdió egy közreműködésével a Videovox Stúdió Kft.-ben készült.